Sziasztok, Bence vagyok. Mai napon itt a Veresegyházán található Haldorádó horgászton horgászunk Dávid barátommal. Két gyönyörű 10 pluszos halat sikerült kifognunk, az egyik 11 kg, a másik pedig 10 kg 50 deka. És hát meg szeretném mutatni nektek, hogy mivel horgászom a mai napon. Az első és legfontosabb szerintem az, hogy SBS csalikkal horgászom. Az egyik hal két szem házilag készített flutennát hojli volt, tápanyagban gazdag, ebből kettőt szereltem fel a horog mellé, erre a 11 kilós potyeszünk jött, a másik pedig ugyanerre, csak emellé még egy fluoro pop-up volt felszerelve. PVA hálóba pedig az SBS Premium Method Mixet tettem, amit meg is tudok mutatni nektek. A szerelékem a következő. Egy darab 90 g-os inline ólom, egy gumigyöngy, egy quick change, egy szilikoncső, az előként pedig egy 4-es méretű horog, ami meg van hajlítva, egy ütköző, illetve a bojlik mögé egy stopper. A szerelékemnél használtam még, és a mai napon nagyon fogósnak bizonyult, ez a PVA háló, M1-es Method Mixből készítettem, ebbe raktam kukoricát, illetve búzát. Megmutatnám nektek, hogy csalisztam. Először is fogtam a PVA-mat, áthúztam rajta. A tűt, és felhúztam egészen a horogig. Ezek után felraktam szilikoncsövet, ráhúztam az előke végén található kis fülre, ráhúzom, jöhet a quick change, amit fogok, egy könnyed mozdulattal ráhúzom, és a hideg. Miután ráhúztuk a bojlit a hajszálelőkére, előveszem a 3:1-ben turbo dippet, ami flutennát ízesítésű. És megnyugtalan benne. Hagyjuk, hogy lecsöpögjön. Isteni illata van. És még ezt visszarakjuk és hagyjuk, hogy ázzon. Addig az SBS Flumino Liquid koncentrátumot, ami horizontális fajtában van most nálam, felszippantjuk, és egy könnyed mozdulattal rácsepegtetjük. Miután elkészítettük a végszereléket, bemutattam nektek a csalizási módszert, nézzétek meg erről a két gyönyörű szép pontról készült rögtönzött videót.
Grandeka.